A méhnyaklás szüléssel azért foglalkozunk kiemelten, mert ez egy olyan betegségnek a megelőzéséről szól, ami megelőzhető. Évente egy olyan 400 körüli lányasszony, fiatal aktív emberek vesztik az életüket azért, mert nem vettek részt idejében szűrésen. Hogyha összehasonlítjuk Finnországban egy-két állampolgárt érint csak ez a betegség, úgyhogy azon küzdünk, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, haljanak meg. Azon túl, hogy a szűrést fokozzuk, azért ne felejtsük el azt, hogy a méhnyakrákot okozó vírus egyes törzsei ellen van védőoltás. Ez nem kötelező, ezt jelenleg nem tudjuk finanszírozni, de nagyon sok önkormányzat már a rizikócsoportba tartozó lányokat, asszonyokat oltatja, és különösen a fiatal korcsoportok vannak célkeresztben, hiszen a hölgyeknek 80%-a az élete során találkozik, megfertőződik ezzel a vírussal. A szűrés azonban csak egy lépés. Mindenképpen meg kell emlékeznünk még az uniós forrásokról is, hiszen az új Széchenyi terv forrásai között ott van az a védőnői szűrőprogram, ahol az 5000 lakosnál kisebb településeken a védőnők tudják felvállalni a méhnyaknák szűrésnek a terheit, de ugyanakkor egyéb programokat is indítunk, vastagbél, prosztatarák megelőzése, emlőszűrés szintén egy nagyon fontos gond, tehát a nőket, férfiakat egyaránt célozzuk majd a különböző programokkal. Nagy örömmel néztem meg az ANTS honlapját, ami az új Széchenyi terv fejlesztési forrásainak következtében alakult ilyen szépen, és ott kiemelten láthatóak a nem dohányzók védelméről szóló információk, és ez egy következő lépés, hogy kiemelten foglalkozik a méhnyakrák szűrésével is a honlap. Megtalálható minden információ a betegség fontosságáról, a szűrésről, a védőoltások lehetőségéről, tehát ez jól tükrözi azt a megújulást, hogy a népegészségügyi kommunikációban a népegészségügyileg kiemelten fontos területeket célozzuk.